Ósa Krisztián az egyik nyíregyházi étterem konyha főnöke. Ő azoknak a keveseknek az egyike, aki lakóhelyén dolgozik szakácsként. Az elmúlt egy-két évben kifejezetten hiány szakmának számít az övé, ennek több oka is van. Jelenleg 8 tanuló dolgozik a keze alatt, de véleménye szerint már az jónak számít, ha közülük egy-kettőt úgymond kinevel. A diákoknak mindig felhívja a figyelmét, hogy a szakácsok akkor dolgoznak, amikor más pihen, a folyamatos továbbképzés pedig elengedhetetlen a szakmában. Ez is lehet a munkaerő hiány oka. Szakember hiányon köszönhető ez, hogy szakképzett emberek elmennek külföldre dolgozni, vagy a Balatonra, jobban megfizetik őket. Itt viszont szakember hiányba beszélhetünk arról, hogy akik kijönnek az iskolába, a gyerekek még ez gyengék, ez a munkához. Képezni kell őket, nagyon sokáig kell őket tanítani, hogy megszokják az itteni dolgokat, mit ott csinálunk, másképpen van, mint az iskolában. Itt a gasztronómia folyamatosan fejlődik, újításokat kell csinálni, képezni kell magát az embernek, próbálom rávezetni erre az új kollégákat. Egy évvel ezelőtt még abban reménykedett a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, hogy a szakember hiány nem gyűrűződik be ennyire a vendéglátásba. Erről Krivács András, a szövetség elnöke beszélt televíziónak. Nem csak szakácsot nehéz találni az éttermeknek, konyhai kisegítőből és felszolgálóból is nagy a hiány. Főleg most a szezon kezdetén lenne rájuk a legnagyobb szükség, de az év többi részében is problémát jelent a munkaerőhiány. Legtöbbször az a baj, hogy az iskolából kikerülő diákok azonnal magas fizetésért a legjobb éttermekben szeretnének dolgozni, nem akarják végigjárni a ranglétrát, tette hozzá Krivács András. A szezonalitás a egyre gyengülő szakmunkás képzés, illetve a benne résztvevő tanulóknak a hiánya, ez óriási gondot jelent nekünk szakembereknek. És természetesen az elvándorlás, ami már itt érezhető a megyében is, hogy egyre több kollega választja munkahelyéül a nyugat-európai országokat. De természetesen mindent megteszünk és értékeljük folyamatosan a helyzetet, hogy mivel lehetne segíteni azoknak a kollégáknak, akik úgy döntenek, hogy vagy elmennek az országból és máshol próbálnak szerencsét, hogy jöjjenek vissza minél hamarabb, ott egy megfelelő tudást szedjenek magukba, aztán itt kamatoztassák majd nekünk a megyébe. A szövetség külföldi tapasztalatszerzési lehetőséget is kínál a szakemberek számára. Az Erasmus program keretében egy 4 hónapos nyelvi felkészítő tanfolyam után Olaszországban tölthetnek közel 3 hónapot. A külföldön szerzett tudást itthon kamatoztathatják a vendéglátásban dolgozók. Eddig 27-en vettek részt a programban.